Magyarország támogatja Ukrajna Európai Uniós tagságát. Ezt a kijelentést Orbán Viktor miniszterelnök tette meg tavaly novemberben, miután tárgyalásokat folytatott az ukrán miniszterelnökkel Budapesten és Debrecenben. A magyar kormányfő szerint Ukrajnának el kell foglalnia a helyét az EU közösségben, bár a csatlakozásig még számos feltételt kell teljesíteni a keleti szomszédunknak. Ukrajna integrációs törekvéseiben nagyon fontosak lehetnek a 2004-es magyar csatlakozás tapasztalatai. Ennek érdekében szervezte meg a nyíregyházi konferenciát Magyarország ungvári főkonzulátusa és a nyíregyházi önkormányzat. Én azt gondolom, hogy mint ez a mai konferencia is úgy került megszervezésre, hogy hozzám beérkeztek olyan igények, hogy szeretnének egyfajta általános tájékoztatást kapni, hogy mit jelentett Magyarország európai integrációs csatlakozása, EU csatlakozása 2004 óta mi történt, ez mit jelentett az önkormányzatok szempontjából, milyen lehetőségek, kihívások, milyen egyéb buktatók vannak ez a rögös úton, ami Ukrajna előtt áll még gyakorlatilag az Európai Uniós csatlakozás során. Én azt gondolom, hogy a főkonzulátus részéről azokat a kapcsolatokat tudtuk ide most elhozni és megteremteni annak a lehetőséget, hogy tudnak közvetlen párbeszédet folytatni egymással, meg tudják hallgatni azokat, hogy mi történt Magyarország esetében, az önkormányzatok milyen egyéb lehetőségekkel bírnak a csatlakozást követően. Az ukrán önkormányzatok számára is fontosak a magyar önkormányzati rendszer uniós csatlakozási tapasztalatai, mondta a megyei közgyűlési elnök. Sesták Oszkár szerint a jövőben közvetlen brüsszeli támogatásokat is kaphatnak a magyar és ukrán szervezetek együttműködési programjai. Azokat az önkormányzati tapasztalatokat szeretnénk átadni a Magyar Külügyminisztérium konzulátus segítségével, amelyek az utóbbi 27 évben a magyar önkormányzati rendszerben felhalmozódtak, illetve azokról az együttműködési lehetőségekről gondolok itt a TISZA Európai Tervezeti Társulásra, amelyek európai kitekintést, európai forrásszerzési lehetőséget jelentenek Magyarország, illetve ukrajnai partnereknek. A TISZA Európai Területi Társulás Kárpátalja Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kisvárda részvételével alakult meg 2015. októberében. Jelentősége, hogy első alkalommal jön létre ilyen típusú együttműködés uniós és nem uniós ország között. Az Európai Területi Társulást az Európai Unió hozta létre azzal a céllal, hogy az Európai Uniós forrásokat hatékonyabban lehessen felhasználni a határmenti településeken és határmenti megyékben. A TISZA ETT legnagyobb előnye, hogy a közös tervezésű, határon átnyúló hatású nemzetközi projektek végrehajtását teszi lehetővé. Az erre vonatkozó pályázatok várhatóan április elején jelennek meg.